találkozik a vonaton? Drágám, már elmondtad ezt a viccet. Dehogy mondta. Azt a viccet, hogy két ember találkozik a vonaton, már tegnap is elmondtad. 50-szer elmondtad. Tegnap egy egészen más viccet mondta. Az is így kezdődött. Hát, most tehetek én róla, hogy minden vicc így kezdődött. Két ember találkozik... Várjad még ezt kevesen? Hogyan? 6 évvel járok magukhoz ebédelni, de még ilyen jó, mint az a gombás hal, én még nem ettem. Tévedsz, fiam. 7 éve jársz hozzánk. Az minden. Ja, egyéb differencia. Na mindegy. Két ember találkozik a vonaton. Nem érdekel a vicc. Beszéljünk valami másról. Igaz. Ilyen jót, mint ez a bombás hal, én még nem ettem ebben a házban. Szóval eddig nem ízlett nálunk a koszt. Sőt, ellentetőleg, én igazából dicsértem. Sőt, állandóan kritizál. Igazán egyszer megmondhatnád a barátodnak, hogy... Ez a gombás hal tényleg gombás. Honnan szedted szíve? Miféle gomba ez? A szakácsnő nővére hozta, ő szedte az erdőben. És biztos, hogy ez az asszony ismeri a gombafajtákat? Talán fél. Nem elég, hogy állandóan kritizál, még azzal is megrágalmaz, hogy meg akarom mérni. Nem úgy van az, fiam, mert annak igaza van. A gomba igenis veszélyes. Hm. Nem kell félni. Nem vagyok én elővigyázatlan. Mielőtt a szakácsnő betállalta volna, adtam egy tányérra a Cézárnak. Kikérem magamnak, hogy a kutyám kísérleti jól legyen. Igen, hogy lehet azt a szelíd teremtést ilyen célokra felhasználni? Magának semmi köze hozzá. És különben is a kutyának nem lett semmi baja. Mondja, kedves barátom, muszáj magának mindenbe beleszólnia? Aj, ne civakodjatok már, hogy... Na, hallgassátok meg! Két ember találkozik a vonaton. Na mi van a Cézárral? Kimúlt szegény! Jaj! Rémes! Borzasztó! Meg vagyunk mérgezve! Orvos! Halló? Halló, doktor úr? Itt Gordon! Jöjjön gyorsan! Gomba mérgezés! Rosszul vagyok. Én is! Bertrand! Bertrand! Drága egyetlen! Kérlek! Kérlek! Bocsáss meg! Bocsáss meg! Nem akartam! Nem akartam! Mi az? Ti tegeződtök? Igen, mi tegeződünk. És lehet, hogy mire az orvos megérkezik, már nem leszünk az élők sorában. Én bevallom neked mindent. Clotilde! Vedd tudomásul, hogy Bertrand és én 7 éve imádjuk egymást. Úgy? Szóval azt hiszitek, hogy én ezt nem tudtam? Miért te tudtad? Hát azt hiszitek, hogy én hülye vagyok? És te nem törögtél a dologban? Nem. Miért? Mert nem akartam a dolgot bolygatni, és itt a halál küszövén már bevállhatom, hogy 7 éve viszonyom van a titkárnővel. Bertivel. Igen, de persze most csodálkozol. Nem. Miért? Mert én is tudtam. Jaj. És mondja, hogy sokat szeretett az a szegény kis kutya. Nem. Átment az úttesten, jött egy autó, egy pillanat és vége volt. És most csak drágám, hogy is van az a vicc? Két ember találkozik a vonaton.